A lengyel csapat győzelmével zárult a háromnapos sárgarigók vonulása. A nemzetközi járőrversenyen többek között tereptani ismeretekből, harctéri elsősegényújtásból, fegyverismeretből, akadálypálya és lövészeti feladatokból adtak számot felkészültségükről a résztvevők. Pénteken Gyulán kezdődött a Sárgarigók vonulása 2021 elnevezésű háromnapos nemzetközi katonai járőrverseny. Az eseményt először 2019-ben hívták életre. A fővezérelve az volt, hogy szerettek volna egy olyan platformot létesíteni, ahol a területvédelmi ezredek zászlóaljai a szabályoknak megfelelő módon összetudják mérni a kiképzésen szerzett tudásukat. A területvédelmi zászlóaljak azokat a hadrendi számokat kapták vissza amit annak idején a területükön működő gyalogezredek viseltek. Békéscsabán történetesen ez a 101. gyalogezred volt, így mi ugye 101-es Fekete vagyunk, és minden egyes ezrednek volt egy ezred színe, a 101-es gyalogezrednek a sárga, a kén sárga volt a színe, és hát a katonák ugye alapvetően jókedvű vicces emberek, egymás között az ezredek is rivalizáltak és versenyeztek és viccelődtek, és a sárga szín után a 101-es ezred, a sárgarigó ezred volt, következésképp adódott az elnevezés, hogy ez a verseny ne legyen más, mint a sárgarigók vonulása megnevezésű. Az esemény célja, hogy ráirányítsák a figyelmet arra, hogy az ezredeket az első világháborút követően feloszlatták most mint egy történelmi örökösként szeretnék továbbvinni az ő szellemiségüket. Pinteken kulturális programon vettek részt a megjelentek, ekkora a Gyulai Várat, az Almási Kastélyt, valamint a belváros tekintették meg. A rendezvény második napján vette kezdetét a tényleges erőpróba, a reptéren, az ABX nál valamint a postelek erdőben mérték össze tudásukat a csapatok. Itt a lövészeten át szimulált lövészetről beszélünk. A, a egészségügyi foglalkozás, a harcászati foglalkozás, és összeszerelés, és még sorolhatnám, egészen pontosan 8 állomásponton kell a, a, a tudást összemérni, illetve végül, de nem utolsó sorban, egy gyors, egy erőltetett menet fog következni, amikor is 6 kilométert kell teljes menetfelszerelésben ezeknek a katonáknak teljesíteni, természetesen minél rövidebb idő alatt. Ebből áll maga a versenyzés. A háromnapos eseményen összesen 15 csapat méret tette meg magát, melyből egy külföldi, és egy pedig a magyar tartalékosok szövetsége által kiállított csapat volt. Az akadálypályán a Békés megyei 101. Feketeimre területvédelmi csapata nyert külön díjat. A Sárgarigók vonulása 2021 nemzetközi járőrversenyt. Végül a Krakói 111. Könnyűlövész zászlóaljcsapata nyerte